Szeretettel köszöntöm a stúdióban Horváth Tibort, a Fekete István Irodalmi Társaság elnökét. A társaság egyik fő célkitűzése, hogy összegyűjtse és kiadja Fekete István forgatókönyveit. Nemrég sikerült az ötödik forgatókönyvet is kiadni. Mit kell tudni erről a forgatókönyvről? Jó estét kívánok én is, neked és a kedves nézőknek is. Ez a forgatókönyv a Névtelen Katona címmel jelent meg most a Magyar Régiben Társaságunk gondozásában. Ez az ötödik és egyben záró darabja a forgatókönyv sorozatnak, amit az elmúlt években adtunk ki. Annyit érdemes tudni róla, hogy eltér némileg az előző forgatókönyvektől témájában, stílusában. Ez a legutolsó Névtelen Katona történelmi eseményeken alapszik, mégpedig a 1942-ben írta Fekete István, annak a kornak a történelmi eseményein, Bácska visszacsatolása II. Világháború alatt tulajdonképpen a háttere ennek az eseménynek, ennek a forgatókönyvnek. Az előző forgatókönyvek azok inkább társadalmi, emberi kapcsolatokat dolgoztak fel, ez az egy, ami történelmi eseményeket alapszik. Rendkívül érdekes nézőpontból mutatja be Bácska visszacsatolását. Mindegyik forgatókönyvből készült film? Igen, mindegyik forgatókönyvből készült film. Van, amelyiket még is lehet nézni az interneten. Dr. Kovács István, az Aranypálva mindegyik teljes egészében fönn van, meg lehet tekinteni. Könnyen meg lehet nézni őket, meg lehet találni. Az érdekessége az, hogy bár a Névtelen Katonából is készült film, ezt nem mutatták be valamilyen oknál fogva, abban a korban letiltották, nem tudom az okokat. Kerestük, annyit tudunk, hogy nem mutatták be korabeli lapok híradása szerint, azt is onnan tudjuk, hogy az elkészült filmet valami oknál fogva nem mutatták be. Feltételezem, hogy a Nemzeti Filmarchívumban megtalálható az elkészült film, de sajnos ezt nem tudjuk megmutatni és nem tudjuk megnézni. Mekkora munka egy ilyen forgatókönyvnek a kiadása? Hogyan tudtad megszerezni a kéziratokat? Hát elég nagy munka. Tehát az, hogy meg tudjuk mutatni, majd ugye itt van a túlsó partnak az eredeti kézirata, illetve hát a gépirata, ugye ahogy látják a kedves nézők is, ezek ilyen lapok, amik így néznek ki tulajdonképpen, és én megkapok egy ilyen géppel írt dossziét, utána kell nekiállni ezt betördelni, hiszen nem lehet egy-egybe kiadni, ugye ahogy itt szerepel, betördelni, megszerkeszteni, megtervezni, borítót megcsinálni, ellátni különböző mellékletekkel, függelékkel, illetve hát lektorálni természetesen, illetve utána hát a nyomtatást megszervezni. Tehát amíg egy ilyen lapokból álló kéziratból egy ilyen könyv lesz, az bizony hónapok munkája, hónapok nagy munkája. Hogy tudtam megszerezni? A forgatókönyvből néhány az Ajkai Városi Múzeumban megtalálható. Ez volt a könnyebbik része. Innen is indult egyébként a történet, hogy onnan a Városi Múzeumból kölcsönkértem, kimásoltuk, megcsináltuk. Aztán például ezt a túlsó partot, ezt a Fekete István hagyaték jogi képviselőjétől, gondokától sikerült megkapnom, P. Fekete István úrról beszélek, akivel jó kapcsolatban állunk, és ő bocsátotta rendelkezésünkre a hagyatékban megtalálható, íróhagyatékban megtalálható eredeti forgatókönyvet, illetve a Névtelen Katonát pedig egy másolatban sikerült megkapnom. Egyik taktársunk Horváth József, aki Fekete István bibliográfusa, nagyon jó ismerője. Őnála minden megtalálható, ami Fekete Istvánról, Fekete Istvántól származik, és tőle sikerült másolatban megkapnom a Névtelen Katonát. Említetted, hogy P. Fekete Istvánnak hívják a hagyatéki gondnokot. Neki van valamilyen rokoni kötődése Fekete Istvánhoz és családjához? Nem, nincsen. Teljesen véletlen a névazonosság. Ő a családdal rokoni kapcsolatban nem áll, viszont nagyon-nagyon régóta, évtizedek óta a családnak a gondnoka, képviselője, ügyintézője. Még annak idején, még Fekete István felesége Edith néni élt, már akkor a úgymond a családhoz tartozott, mint ügyintéző, gondnok, titkár, sokféle ilyen szerepet betöltött, és Edith néni halála után pedig teljes egészében őt bízták meg azzal, hogy itt a magyarországi jogi képviseletet ellássa, kiadók felé képviselje Fekete Istvánt, illetve fiát, ifjabb Fekete Istvánt, aki szintén író, és az ő műveit is ő gondozza itthon, illetve a hagyatéknak a tárgyi részét is ő gondozza. És ez a forgatókönyv, amit behoztál nekünk, ez a tiéd tulajdonképpen, vagy vissza kell majd adnod a hagyatéki gondnoknak? Hát igazából nem kérte vissza, de nem az enyém, természetesen ezt társaság nevében kértem el.
meg nem kérte vissza, és én azért el fogom azt követni, beviszem az Ajkai Városi Múzeumba, és ott fogom letétbe helyezni. Van-e tudomásatok esetleg több forgatókönyvről, amit Fekete István írt? Nincsen, nincs tudomásunk. Pontosabban, hogy egész pontos legyek, írt mezőgazdasági oktatófilmeket elég sokat, de ugye az nem tartozik se a szépirodalmi, sem más művészeti munkák körébe, tehát azokat nem tervezzük kiadni. Tudomásom szerint, és ahogy Horváth József bibliográfiájából is kiderül, mindössze ez az 5 játékfilmet írt a Fekete István. Mit terveztek a továbbiakban ezekkel a könyvekkel? A könyveket eddig is, az előző 4-et a tagságunk, a társaság tagsága kapta ajándékba. Általában karácsonyra küldjük ki karácsonyi ajándékként a tagjainknak. Így most a Névtelen Katonát is ki fogjuk küldeni a tagságunknak. Meg kell mondjam, hogy örömömre szolgál az, hogy nagy létszámú a társaság, több mint 500 tagja van. Országszerte, sőt, nem kis büszkeséggel mondhatom, hogy idézőjelben világszerte, hiszen a külföldi magyarok körében is van a tagjaink, Belgiumban például van, kaptunk megkeresést USA-ból, Ohio államból, érdeklődtek irántunk, illetve Erdélyből is vannak tagjaink. Nos, tehát ők fogják megkapni ezeket a könyveket. Ha valakit még érdekel esetleg, korlátozott számban a Városi Múzeumban kapható. Van-e realitása annak, hogy esetleg a forgatókönyvek alapján készült filmeket is megszerezze a társaság? Részben igen, részben nem. Tehát, amint mondtam, egyrészt vannak, amik föl vannak az interneten, tehát ott meg lehet nézni, akár le lehet tölteni. Van is egyébként nekünk ebből DVD-nk, ezekből a filmekből, némelyikből. De sajnos például a Névtelen Katonát azt nem tudjuk beszerezni. Lehet, hogy betudnánk a Nemzeti Filmarchívumból. Tehát lehet, hogyha megkeresnénk őket, akkor lenne rá jogi lehetőség, de megmondom őszintén, annyira nehéz ezt végigjárni, végigkövetni, hogy milyen úton, módon lehet, hogy egyáltalán van-e jogi lehetőség a sokszorosításra, és hogy nekünk lemásolják ezt a filmet. Ezt így nem tudom. Annyit tudok, hogy amikor az Aranypávát bemutattuk itt Ajkán egyszer ingyenesen a Fekete István Társaság 25 éves évfordulóján, arra az egy alkalomra nekem háromféle szervezettel kellett külön szerződést kötnöm, három felé kellett jogdíjat fizetnem, hogy egyszer ingyen bemutassak itt Ajkán. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy nem vágok bele abba, hogy most megkeressem a filmet a Nemzeti Filmarchívumban. Azt lehet-e tudni, hogy kik voltak azok a színészek, akik ezekben a filmekben szerepeltek, például ebben az utolsóban, a Névtelen Katonában? Igen, ezt viszont lehet tudni. Van, amelyik forgatókönyv tartalmaz is szereposztást. A Névtelen Katonában például nem, de korabeli újságcikkből viszont tudjuk, hogy kik szerepeltek. A kor legnevesebb színészei egyébként, Somlai Artúrt például említhetem, Gobbi Hildát. Páger Antal nagyon sok filmben játszott főszerepet, Fekete István által írt filmekben, ők egyébként jó viszonyban, barátságban is voltak. Súlyok Máriát említhetem. Tehát nagyon-nagyon neves színészek vettek részt valóban, és az elkészült filmek is nagyon színvonalas alkotások voltak. Például ezért sem értem, hogy a Névtelen Katonát miért nem mutatták be. Milyen volt akkoriban ezeknek a bemutatott filmeknek a visszhangja? Nagy sikerük volt a filmeknek. A Dr. Kovács István volt az első filmforgatókönyv, amit Fekete István megírt. Nagyon nagy sikere volt, nagy sajtóvisszhangot kapott, pozitív kritikákat kapott, és a későbbiekben például úgy hivatkoztak már Fekete Istvánra, hogy a nagy sikerű Dr. Kovács István című film forgatókönyvének írója. Tehát valóban nagy elismeréssel rendelkeztek ezek a filmek. Hogyan sikerült a társaságnak az anyagi forrásokat biztosítani ezekhez a kiadásokhoz? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és talán a legfontosabb kérdés, mielőtt nekiállunk, ugye, hogy van-e rá pénzünk, ugye, magyarán szólva. Szerencsére volt. Hát elsősorban a tagtársaink tagdíja, amit évente befizetnek, abból tartjuk fel magunkat, de mindenképpen az első között kell említenem Ajka Város önkormányzatát, akiktől éves szinten támogatást kapunk, és itt is szeretném megköszönni ezt a támogatást, hiszen jelentős, számunkra jelentős az a támogatás, amit tőlük kapunk. Úgyhogy, illetve még annyi, hogy a tagtársaink az adójuk 1%-át felajánlhatják nekünk, amit nagyon sokan meg is tesznek, mondom, több mint 500-an vagyunk, tehát azért ebből összejön valamennyi.
Úgyhogy ezek azok a fő források, amikből sikerül ezeket a könyveket kiadni, illetőleg hát a társaságot működtetni, fenntartani, hiszen ezen kívül még elég sok programot szervezünk, országos találkozókat szervezünk, és hát maga a tagsága való kapcsolattartás is azért költségekbe kerül. Ha valakit érdekelnek ezek a forgatókönyvek, hogyan juthat hozzájuk? A Városi Múzeumban mindegyikből lehet még kapni. Sok nincs, mert a kiadványok számát igazítjuk a taglétszámhoz, ugye nincs pénzünk arra, hogy a taglétszám fölött nagy mennyiségbe kiadjuk a forgatókönyveket, de néhány tucat még mindegyikből van, tehát hogyha valakit érdekel, a Városi Múzeumban megvásárolhatja. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!